világban, meg fogja védeni a magyar földet is. Nem a moratórium meghosszabbításával, mert az nulla. A földtörvényt fogjuk úgy módosítani, hogy abban olyan feltételekhez kötjük a földtulajdonszerzést, amelyet egy külföldi egyszerűen nem tud majd teljesíteni. Hadd mutassam be önöknek egy történet keretében, mit is értünk ezen. Egy kis időutazásra invitálom önöket. Képzeljük el magunkat 2011 májusába. Napsütés, gyenge szellő lengedez, és a Rónán feltűnik egy német állampolgár, akit a történet kedvéért most csak hívjunk Salamonnak. Salamon földet akar venni? Hát akkor van néhány feltételünk. Az első feltétel, Sali, hogy igazod, hogy 10 éve Magyarországon élsz. Igazold azt, hogy nem csak 10 éve Magyarországon élsz, de mezőgazdaságból élsz. Nem Sukoró, nem Pát környékén bújtál elő a bokorból, hanem a mezőgazdaság a hivatásod. Igazold azt, hogy a Rigó utcában gárdista nyelvvizsgabiztosok előtt letettél egy felsőfokú magyar nyelvvizsgát. Végezzel egy mezőgazdasági főiskolát, amelynek a vizsgaszabályzatát még kitaláljuk. A beugró kérdés már megvan. Sorolt fel az Árpádházi királyokat évszámmal egy perc alatt visszafelé. És ha mindezzel megvagy, akkor menj fel a köztársasági elnöki palotába, dr. Marvai Krisztina várott rád, és neki két pecsétje van, magunk fajta és maguk fajta, és majd eldönti, hogy melyikhez tartozol. De nem tiltjuk, hogy földet vásárolj. És hogy az EU majd morgolódni fog.